Mindannyian szeretjük az Arduino platformot, azon belül is az UNO alaplaphoz húz leginkább a szívünk. Sajnos, hogykor az a 328-as IC tudása nem elég a feladatunk megoldásához, ezért nagyobb tudású mikrovezérlőt kell keresnünk. Ekkor kerül leginkább a képbe az egyik legnagyobb tudású Arduino hardware, az Arduino mega. Tudása minden téren felülmúlja az UNO és a nano képességeit de egyben a legtöbb feladathoz sok is. Főleg akkor, ha csak egy kicsit nagyobb memóriára, vagy néhány plusz lábra, megszakításra, vagy soros portra lenne szükségünk, hogy befejezzük a projektet. Felmerül a kérdés, nincs semmi az Uno és a Mega között? Szerencsére van, és ez a Sanguino. A Sanguino projekt az átmega 644P és 1284p csippeket támogatja, és kompatibilis a standard Arduino szoftverfejlesztő környezettel és a legtöbb könyvtárral. A legfontosabb tulajdonságait az ábrán láthatjuk, arany középutat képviselve az UNO és a MEGA között, és mi pont ezt keressük. Átban is valahol a kettő között helyezkedik el, ezért ebben a videóban megnézzük, hogy építhetünk egyet magunknak, kezdjünk is hozzá. Kezdőknek ajánlatos vásárolni egy építőkészletet, ahol már a mikrovezérlőre az Arduino bootloader fel van töltve. A készletben találjuk a minimális áramkör megépítéséhez szükséges komponenseket és az átmeg a 1284 PU processzort. A csomag legérdekesebb része a próbaállam kapcsolási rajza, ezt fogjuk használni és értelmezni mi is a videóban. A bevásárló lista és elérhetőségek a videó leírásában megtalálhatóak lesznek. A 7805 típusú feszült stabilizátor IC bekötésével biztosítjuk a stabil 5 voltot a Sanguino számára. Először a bemenő feszültséget balról nézve az IC első lábára, míg a földet a következő középső lábára kell kötni. Egy 100 mikrofarádos elektrolit kondenzátort illesztünk az előző két láb közé, hogy a bemenő feszültség lassú változását stabilizálja. Egy 10 mikrofarádos elektrolit kondenzátort illesztünk az IC kimenete és a föld közé, hogy a kimenő feszültség lassú ingadozását stabilizálja. Végül egy 10 nanofarádos kerámia kondenzátor van csatlakoztatva a kimeneti láb és a föld közé, hogy a nagyon kis periódusú feszültségtüskéket leszűrjük. Végül multiméterrel ellenőrizzük, hogy minden megfelelően működik. Ezzel a stabilizált 5 voltot szolgáltató tápegység el is készült. Kössük rá az áramkörre a tápegység működését jelző vörös ledet az áramkorlátozó soros ellenállással együtt. Nagy körültekintés mellett illesszük az átmer IC lábait a dugdosos próbapanelba. Figyeljünk arra, hogy minden láb jól illeszkedjen a raster kiosztáshoz. Ha számozott a próbapanelünk, akkor célszerű a mikrovezérlő lábait egy előre rögzített számozási rendszerhez igazítani. A mikrovezérlő föld GND lábát kössük a földre. Most állítsuk össze a reset áramkört. Illesszük a nyomógombot a próba panelra, majd kössük össze a 10 kg os felhúzó ellenállással. Az elektrostatikus kisürés ellen elhelyezünk egy diódát a felhúzó ellenállással párhuzamosan a reset és a VCC közé. Így nem kapunk megmagyarázhatatlannak tűnő újraindulásokat a csippen. Végül a gomb másik pólusát kössük rá a földre. A mikrovezérlő RF és a VCC lábát kössük rá a tápra. Illesszük a vezérlő VCC lábát is narancsága vezetékkel a tápra, és kössünk egy fehér vezetéket a reset áramkörre. Kössünk egy 100 nanofarádos kerámia szűrő kondenzátort a táp és a föld közé, majd dugjuk a narancsága vezetéket az IC VCC, azaz 10-es és a fehér reset vezetéket az IC 9-es lábába. A mikrovezérlő egyes orszámo lábára kössünk rá egy ledet a soros 330 ómos áramkorlátozó ellenállással együtt. A led fogja jelezni vizuálisan az IC újraindulását. A stabil távfeszültség mellett a másik nagyon fontos áramkörünk az IC beüzemeléséhez az órajelütemező kvarckristály a 16 MHz-es kvarckristályt a 12-es és 13-as lábakkal kössük össze. A kristály mindkét lábára egy-egy 22 pikofarádos kerámia kondenzátort kapcsoljunk, majd a kondenzátorok közös pontját a földekötjük. Az összeállított sanguinó programozásához vezessük ki a VCC és GND mellett az LX, TX és Reset lábakat vezetékekkel. A Reset lábat a fehér vezeték a programozó DTL kivezetésére, az ICTX kék vezeték lábat a programozó RX, az ICRX zöld vezeték lábát pedig a programozó TX lábával kössük össze. A földet és a tápot pedig értelem szerint kapcsoljuk. A mikrovezérlő kettes sorszámú lábára kössünk rá egy ledet a soros áramkorlátozó ellenállással együtt. Ez lesz a teszt áramkörünk a Blink program futtatásához. Ahhoz, hogy programozni tudjuk a Sanguino-t az Arduino platform segítségével, hozzá kell adnunk az alaplap kezelő beállításokat és kódokat. Látogassuk meg a GitHubon a Sanguino add-on oldalát. Másoljuk ki az alaplap kezelő URL-t, és az Arduino fejlesztő környezetben a File – Beállítások menüponton keresztül adjuk hozzá az alaplapkezelő URL-ek listájához. A további nem hivatalos, de támogatott alaplapok listáját itt tudjuk böngészni. Ezután az Eszközök menüpontban válaszuk ki az alaplap per alaplapkezelő menüpontot, és a listában válaszuk ki és telepítjük a Sanguino alaplapot. A sikeres telepítő után már ki tudjuk választani a Sanguino alaplapot és azon belül a használt processzor típusát. Teszteléshez töltjük fel a legegyszerűbb példakódot, a LED villogtató blinket. Írjuk át a kimeneti láb értékét egyese, hiszen oda kötöttük a debug államkört. Töltsük fel a kódot, ha a programozó nem képes feltölteni a kódot az alaplapra, akkor illeszünk egy 100 nanofarádos kerámia kondenzátort a reset láb és a programozó közé. Így már sikerülni fog a feltöltés. A debug áramkör vörös lede a kódnak megfelelően ütemesen villog. Ha lenyomjuk a kapcsolót, akkor újraindul az alaplap, amit a zöld led villogása jelez. A rendszer felállását pedig a vörös led újra villogó fénye jelezi számunkra. Ezzel el is készültünk az első szangoinunk összeállításával, de a dugaszolós próbapanelre tekintve beláthatjuk, hogy ideje tovább lépnünk, és egy nyomtatott áramkörön alapuló, jobban felhasználható panelt kell építenünk fejlesztéseinkhez. Legyetek akkor is itt velem, meglátjátok, az sem lesz sokkal nehezebb. Köszönünk minden megtekintést és visszajelzést. Sziasztok!